Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép ott fent utal az ő gondolataira vagy terveire. A képen a kelyhek láthatóak, tehát itt érzelmekről van szó. A kelyhek ezen a képen utalnak a múltra, de ez nem egy boldog időszak volt, hanem inkább szomorú. A képen látható egy hölgy, aki előre tekint, és lezárja a múltat, a könnyek mezejét. De ki ez a hölgy a képen? Lehet, hogy ez te vagy, és ő azt szeretné, ha te lezárnád a múltat, de a képeknek van szimbolikus jelentése is, ez utalhat az ő helyzetére, tehát hogy ő akarja lezárni a múltat. A képen a hold is látható, és a hold vezeti az eseményeket, ez utal érzelmekre, vágyakra, reményekre és az álmokra. Itt lesz egy kiút, és ez az ő terve. Én úgy gondolom, hogy ez a kép mindkettőtökre utal. És most megtekintjük a következő kártyát, és az mutatja az ő érzelmeit. Ezen a kártyán láthatunk egy mérleget. Az utal az ő belső egyensúlyára. Amit ez a mérleg még szimbolizál, a párkapcsolat. Az egyik serpenyőben ott van a szív, tehát a szerelem, a másik serpenyőben ott van egy toll, ez az egyiptomi mitológiából van, és szimbolizálja a mi lelkünket. Tehát van itt egy lelki kapcsolat kettőtök között, és itt kell az egyensúly. Amit még ez a kártya szimbolizál, azt mutatja Justícia. Justícia az az igazság istennője, tehát itt van egy téma nála, amit ő átélt a múltban, és utal igazságtalanságokra, és ezt most neki rendeznie kell. Az lehet egy vállás is, vagy egy bírósági ügy is. És most megtekintjük a következő kártyát, és az arra utal, hogy mit közöl veled. Ezen a képen látható egy kard. Ez jelenti azt, hogy el kell vágni a félelmeket, a bizonytalanságokat, ezeket az érzelmeket. Át kell ezen tenni magatokat. A másik jelentése ennek a kardnak a döntések. Kell, hogy te hozz fontos döntéseket, vagy ő hozzon fontos döntéseket. Amit még ez a kép szimbolizál, az a levegő eleme, és az utal a könnyűségre, és a kommunikációra. Kell, hogy beszéljetek egymással, félelmek nélkül. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen látható egy nagy medve, és az utal az erőre. Vagy te adsz neki erőt, vagy ő ad neked erőt. De itt kell, hogy bebizonyítsátok magatokat. Amennyiben itt egy bírósági ügyről van szó, amit Justícia jelképez, akkor ez a nagy medve utalhat a bíróra,
és a kard a döntésekre. Tehát akkor lesz itt egy változás, egy fontos döntés, és le lesz zárva ez a bírósági ügy, és akkor ő el tudja hagyni a könnyek mezejét. Lezár valamit a bíró segítségével, és lesz egy új kezdet. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!